kultúra az erőforrás, a kultúra és a művészet erőforrás, és a kormány így tekint rá. Egyrészt ezt lehet látni abból, hogy 2014-ben 17 milliárd forinttal több forrás jut kultúrára és közösségi kiadásokra, mint az előző évben. És ennek a forrásnak, ennek a többlet pénznek egy jó része vidéki kulturális műhelyekhez kerül el. Például ide Gyurára is egyébként. Amikor arról beszélünk, hogy a kultúra erőforrás, akkor tudnunk kell, hogy teret is kell adni neki. Például azzal, hogy ilyen új fejlesztéseket hozunk létre. Ez az itteni fejlesztés, az itteni művelődési ház megújulása, ennek a Vigadónak a megújulása, vagy a Kohán képtárnak az új helyre költözése, mind azt mutatja, hogy, és annak a bizonyítéka, hogy a kormány valóban erőforrásként tekint a kultúrára. Gyula, tulajdonképpen a kultúrának, a magyar kultúrának én úgy gondolom, hogy egy meghatározó, azt nem mondanám, hogy reprezentatív, de mindenképpen meghatározó városa. Gyula egyébként egy turisztikailag jó helyen jelzett hely. Az elmúlt évben a hatodik legkeresettebb települése volt Magyarországnak. És hát akik turisták idejönnek, itt van egy olyan kiegészítési lehetőség, hogy nagyon komoly kulturális programok is vannak, és azzal, hogy ez a régi Vigadó épülete megújult teljesen, képtár volt korábban benne, a képtárat sikerült máshova áthelyezni, és a mellette lévő közösségi vagy művelődési ház felújításával, amelyben a megye egyébként legnagyobb színház terme van, illetve lett szintén felújítva. Ezek nagyon fontosak abból a szempontból, hogy amennyiben a szabadtéri programokban bármilyen jellegű felakadás vagy fennakadás van, akkor itt lehet helyettesíteni. Soha nem statikus jelenség. Ahogyan az is egyértelmű, a kultúra alapvető tulajdonsága a sokszínűség. Ebben a sokszínűségben egy nagy múltú épület gyönyörű terve is osztozik. Hiszen olyan teret vehetünk ma birtokba, mely rendkívül sokféle rendezvénynek ad majd otthont a jövőben. A közelmúltban hunyt el sajnos nagy-nagy bánatunkra Halmos Béla, akit a magyar népzenében mindenki ismer. A mai és a tegnapi nap is többek között az ő nevéhez kötődően emlékkoncertekkel a barátai itt vannak Gyulán. És Gyulán nagyon-nagyon aktív kulturális élet és kulturális közélet is folyik, és nem voltak megfelelőek az eddigi lehetőségeink arra, hogy zárt körülmények között megfelelő koncerteket és bármilyen rendezvényt lehessen tartani. Természetesen a templomainkban is megjelenünk ilyen jellegű kulturális rendezvénnyel, de a templomok mellett szerintem az ilyen jellegű intézmények is fontosak ezen a területen. A hagyomány az vagy megmarad, vagy változik, vagy megőrzi magát, esetleg felújítják mások. Ő élte ezt az egészet. Ahogy tudjuk, a népművészetben is a népművészek élik a maguk életét, és ennek része a művészet is. Aztán Béla is így volt a kultúrában, hogy az ő életének része volt. Ez a Pál apostol, ami végül is ez már az a műsor, ami minket összekötött, ez 1990-ben íródott, akkor kerestem meg Bélát, hogy ő Brácsa játékával és én citerával együtt játszhatnánk ebben. És meghallgatta az első egy-két nóta, annyi volt csak kész, és akkor azt mondta, hogy örömmel. Ebben nagyon sok minden le van írva erről az utolsó 22 évről, meg azt megelőző 2000-ről is.